Több jelentős változásra kell figyelni idén a gépjárműadó szabályainál. Az egyik, hogy azt a korábbi gyakorlattal ellentétben két részlet helyett egy összegben kell befizetni. A szabályok egyszerűsítésére azért volt szükség, mert az ügyfelek jó részének gondot okozott a kétszeri befizetés. Vagy megfeledkeztek a második részletről, vagy duplán fizették be azt. Ezen kívül a határidő is változott. Módosult a befizetés határideje is, idén április 15-ig kell befizetni a gépjárműadót. Az erről szóló határozatokat március elején juttatja el a NAV az érintettekhez. Azok, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, ők elektronikus úton kapják meg a dokumentumokat, akik nem rendelkeznek, őket postai úton tájékoztatja a NAV. A határozatok nem csak a módosult határidőről tájékoztatják az ügyfeleket, hanem a befizetendő gépjárműadó összegéről is. A kötelezettséget többféle módon is befizethetik az ügyfelek az adóhatóság számlájára. A gépjárműadót legegyszerűbben elektronikus úton, a NAV mobil alkalmazáson keresztül lehet befizetni. Ez gyakorlatilag néhány kattintást jelent. Ezen túlmenően banki átutalással is lehet teljesíteni. Itt szeretném felhívni a figyelmét azoknak, akik ezt a módozatot választják, hogy a banki átutalásnál a közlemény rovatban mindenféleképpen tüntessék fel a gépjármű üzemben tartójának adóazonosító jelét vagy adószámát. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a NAV ügyfélszolgálatán személyesen fizessék be a gépjárműadót, itt bankkártyás fizetésre van lehetőség, illetve postai, sárga postai csekken is van mód arra, hogy befizessék a gépjárműadót. Ebben az esetben a csekken fel kell tüntetni az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Fontos, hogy a csekre a határozatban szereplő összeget az ügyfél vezeti fel. Ha valakinek gondot okoz az egyszeri, egyösszegű befizetés, az június 30-áig 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet. Ez a kedvezmény kizárólag a magánszemélyekre és az egyéni vállalkozókra vonatkozik, amit legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásán keresztül lehet igényelni. Aki ragaszkodik a papírformához, az személyesen a NAV ügyfélszolgálatain egy erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével tud részletfizetést kérni.